A 60-i vadaspark 2014-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, a létesítmény népszerűsége pedig azóta is töretlen. A 2021-es esztendő azonban még kiemelkedőbb, ugyanis ebben az évben volt az intézmény a leglátogatottabb, hiszen a nyáron is nagyon sok család döntött úgy, hogy itt töltik el a szabadidejüket. A létesítmény lakói folyamatosan gyarapodnak, a háziállatokon kívül számos vadállat is megtekinthető a területen, de lehetőség adódik a vadasparkon belül csemegével etetni is az állatokat. Az intézménynél folyamatosak a fejlesztések is, minden átalakítás azt a célt szolgálja, hogy a vendégek még komfortosabban érezzék magukat a területen, valamint az állatok is színvonalas körülmények között éljenek. Tímár Dávid a Vadaspark vezetője elmondta, a város idei közösségi költségvetésében a hatvaniak 5 millió forintot szavaztak meg a különböző rekonstrukciókra, melynek nagy része már meg is valósult a létesítmény területén a vadaspark teljes járósétányát feltöltöttük kavicsal, le lett hengerezve, tükör lett neki csinálva, ez már teljes mértékben el is készült, valamint folyamatban van a baromfi a teljes felújítása, a kerítésnek nagy része, plusz egy beülő ól is lesz, valamint már elkezdték a pávavoliert is kialakítani, és még a jövő héten is, az következő héten a mosómedve kifutó is megvalósul. Valamint, hogyha ezekkel végzünk, a 60-i szolgáltató KFT részéről is sikerül azokat a beruházásokat, karbantartásokat megvalósítanunk, ami erre az évre be volt tervezve. A vadasparkban a családi napok is gyakoriak. Rendszeresek a tavaszi húsvét körüli rendezvények, a gyereknapok most hétvégén, azaz szeptember 11-én pedig éjszakai túrára várják a látogatókat.